Az Avaz már csaknem 500 oldalt jelentett fel eddig a Facebooknál, ezeknek körülbelül 500 millió megtekintőjük volt. Az online aktivista portál már korábban kifejtette, hogy tevékenysége olyan oldalak vizsgálatára irányul, melyek híradásai befolyásolhatják az EP választások kimenetelét. Tegnap a Mi Hazánk mozgalom tartott sajtótájékoztatót azért, mert a Facebook rendszeresen törli a párt és szimpatizánsainak bejegyzéseit. A Mi Hazánk mozgalom elnöke Torockai László a vendégünk a ma reggelben. Köszönöm szépen. Jó reggelt, elnök úr. Jó reggelt kívánok. Milyen oldalaikat törölték eddig? Hát elsősorban a saját hivatalos oldalamat, aminek 207 ezer követője volt. Ez Magyarország egyik legnagyobb politikus oldala volt egyébként, ami ennél is sokkal fontosabb, hogy nemzetközi kitekintésben is példátlan az, hogy egy európai parlamenti választáson listavezető pártelnök, sőt parlamenti képviselettel rendelkező pártelnökének az oldalát töröljék. Nem tudunk erre példát, és különösen súlyos egyébként ez az ügy annak fényében, hogy tegnap éppen a Mi Hazánk mozgalom még megmaradt egyetlen Facebook oldalán tettük közzé azt, hogy például annak a franciaországi néger rappernek a mai napig él a Facebook oldala, aki a fehér emberek felakasztásáról, a fehér csecsemők lemészárlásáról készített úgynevezett dalt, és erről rappelt, bíróság elé állították Franciaországban, elítélték, és ennek ellenére hiába jelentjük az oldalát, a Facebooktól azt a választ kapják a szimpatizánsaink is, bárki megpróbálhatja most egyébként a rapper oldalát megnézni, és akár jelenteni a Facebooknak, azt a választ fogják kapni, hogy ne kövessék ennek a fehér emberek és csecsemők lemészárlására ösztönző néger rappernek az oldalát, tehát a Facebook nem törli az oldalát. Nekem, mint pártelnök, mint EP listavezető viszont törölték az oldalamat. Egyébként nem lep meg ez a kettős mérce, ez szinte mindenhol tapasztalható, hiszen olyan tabu kérdéseket vettünk elő, mint például a devizahitelezés, mint bűncselekmény, ami nyilván sérti a nemzetközi pénzügyi körök, a bankok, a bankárok érdekeit, vagy akár itt Magyarországon a Török-Szent Miklósi tüntetés kapcsán, mondjuk a rendőrség ellenem indított eljárást, akik a törvényeket betartva békésen a közbiztonságért demonstráltunk, miközben cigány bűnözők, illetve politikusok által felhetszelt cigány tömeg, aki meg akart minket támadni, és bejelentés nélkül demonstrált, ellenük semmilyen eljárás nem indítanak, vagy akár az OTP, aki nem engedte, hogy bankszámlát nyisson a Mi Hazánk mozgalom a banknál. Nyilvánvalóan olyan Magyarország, illetve nemzetközi érdekeket sért a Mi Hazánk mozgalom, amelyet más pártok nem sértenek, és nyilvánvalóan ezért ér minket egy nagyon-nagyon súlyos politikai cenzúra is. Elnök úr, önöknél az internet szolgáltató mivel, pontosan a Facebook mivel indokolt? Morvai Krisztina, európai parlamenti képviselő is protestált a Facebook vezetőinél, illetve országgyűlési képviselőink is írtak, és hát természetesen én magam is, mindannyian ugyanazt a sablon választ kaptuk a Facebook európai vezetőitől. A sablon válasz az arról szól, hogy megerősítik, hogy törölték a hivatalos oldalamat. Egyelőre olyan szinten nem tudok visszatérni a Facebookra, hogyha valaki leírja a nevemet, vagy akár a fényképem, vagy a választási plakátunk megjelenik, akkor sok esetben azt is most már törlik. Ugye azt is tudjuk, hogy akik ezt a moderálást Európában végzik, ugyanahhoz a Bertelsmann csoporthoz tartoznak, akik például az RTL klub mögött állnak, és ugye azt is tudjuk, hogy most már jogerősen a Kúriánál is pert nyertünk, illetve a választási Nemzeti Választási Bizottság is elítélte az RTL klubot, amely cenzúrázta a választási kampányfilmünket is. A szovjet idők köszöntenek vissza, olyan döbbenetes cenzúra folyik a Facebookon, olyan döbbenetes politikai beavatkozás az európai parlamenti választásokba, ami példátlan, hát azért gondoljunk arra, hogy Donald Trump megválasztásakor azt mondták az ellenfelei az Amerikai Egyesült Államokban, hogy az oroszok különböző ilyen áll profilokon, Facebook profilokon keresztül avatkoztak be az amerikai elnökválasztásokba. A mai napig vizsgálják az amerikai kongresszusban, hogy volt-e vajon ilyen orosz beavatkozás, miközben most a Facebook esetében nem áll profilokat kell vizsgálni, hanem maga a Facebook nyíltan avatkozik be az európai parlamenti választásokba Magyarországon. Erre milyen példákat tud hozni? Nincs erre példa. Arról tudunk, hogy az Egyesült Államokban, illetve most már Európában is különböző olyan publicisták, véleményvezérek oldalait tiltják le, akik az úgynevezett jobboldali, vagy akár az európai érdekeket próbálják képviselni a liberális dogmákkal szemben.
Azt tudom az ön nyilatkozatából, hogy az önök választási felhívását is törölték a Facebookon, hogy szavazzanak bizonyos pártra, hát, és említett, hogy csak jobboldali pártokat törölnek. Hát tegyenek fel, próbálják. Jó, hát itt az ország nyilvános, hogy nem ötleteket ad, de tegyenek fel egy olyat, hogy éljen és virágozzék Franz Timmermans és családja. Nézzék meg, törlik-e. Egészen biztosan bármi olyan tartalmat törölnének tőlünk, ami sérti ezt a fennálló rendet, ezt a világrendet, de bármi olyan tartalmat, ami viszont támogatja. Tehát, hogyha én most mondjuk írnék egy olyan levelet, mint nem tudom, a Jobbik vezetője, amikor a saját párt ilyen médiumuk most visszakerült, hosszú tiltás után most visszakerült egy héttel ezelőtt a Facebookra, és leírnám azt, hogy én jövő héttől kezdve balliberális leszek, és én is szeretném támogatni mondjuk a migrációt, és szeretném én is összekeverni az európai népeket afrikaiakkal, dél-ázsiaiakkal, akkor valószínűleg visszakerülhetnék a Facebookra, de nyilván nem fogok ilyen levelet írni, nem fogom feladni az elveimet, amit 25 éve képviselek, nem fogom kérni mondjuk a déli határ kerítés lebontását, amit én javasoltam ugye Ásotthon polgármestereként először, tehát nem fogom az elveimet feladni, más utakat kell keresni. Nem a lebontást javasolt, hanem a felépítés. Így van, tehát nem fogom az elveimet feladni, továbbra is ott áll majd a kerítés az ásotthalmi tanyánk mellett. Milyen messze van egyébként a határtól a kerítés, vagyis a tanyájuk? 100 méterre élek a déli határon felépült kerítés mellett. Akkor ennek testközelből értékelték annak idején. Abszolút, hát egy őrtorony áll a fürdőszobám mellett, úgyhogy hát én magam ugye 2 évig küzdöttem a kormánynál ezért a kerítésért, és nagyon boldog vagyok egyébként, hogy megépült. Úgyhogy hiába szeretném mondjuk a Facebook, hogy az ilyen típusú elveimet adjam fel, és mondjuk újra nyissuk meg a déli határt, és támogassam az európai nemzetek vagy népek eltűnését, nem fogom megtenni, inkább harcolni fogok a Facebookkal szemben. Hogy? Már jövő héten kezdeményezni fogják az országgyűlési képviselőink, hogy a Magyarországgyűlésben és akár vizsgálóbizottság vizsgálja a mostani beavatkozást az európai parlamenti választásokba. De ugyanazt, amit egyébként egészen elképesztőnek tartom azt, hogy Emmanuel Macron, francia elnök, aki egyébként a Rothschild bankház székéből került a francia elnöki székbe, közösen fényképezkedik, fotózkodik Mark Zuckerberggel a Facebook mindenható úrával, és megállapodnak abban néhány héttel ezelőtt, hogy politikai alapon a Facebook be fog avatkozni a választásokba, senki nem szól semmit, hát akkor én szeretnék szintén én magam is, vagy akár Magyarország miniszterelnöke, üljön le Mark Zuckerberg velünk is, és beszéljen velünk is arról, hogy a Facebook milyen politikát fog követni. Az, hogy jelenleg a Facebook ilyen mindenható úrként uralkodik a világ fölött, ez teljes mértékben elfogadhatatlan, és hagyd tegyem hozzá, hogy nem csak politikai következményei lesznek, amelyet jövő héttől kezdve már kezdeményezni fognak a parlamenti képviselőink, hanem az Amerikai Egyesült Államokban is perelni fogom a Facebookot, hiszen arról is szó van, hogy 10 éves munkám tűnt el, veszett kárba. Például az illegális migrációt fotóztam végig, és az a rengeteg több ezer fotó, amit 2014-ben, 15-ben ott Ásotthalmon fotóztam, ezek mind elvesztek, és ez sem adja ki a Facebook, pedig ez a szellemi tulajdonom. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm.